Látod azt a tornyot? Azt a sárga tornyot ott. Az a várvölgyi templom tornya. A falué, ahol élek. Alig több, mint 1000 lakják. Tudtad, hogy ott van az ország második legöregebb harangja? És azt tudtad, hogy ott lakik egy világkupa második helyezett, kétszeres nemzeti és 11-szeres abszolút magyar szkander bajnok? A mai videóban a 46 éves német Róberttel fog beszélgetni magáról, a karharcról, ugye a szkanderről, motivációról, lemondásokról, valamint a tudás tovább viteléről, mivel hogy tudnélik immáron edző. Remélem tetszeni fog a videó. Ja, és maga a felvétel a szeptemberbe készült valamikor, szóval ne ijedjetek meg, úgy nézek ki, mint valami visses viking. Szervusz, Robi! Egy rövid bemutatkozást kérnék, csak nagy vonalakban. Mikor születtél, mit dolgozol, milyen szálakkal kötődsz így Várvölgyhöz? Sziasztok! 1985-ben születtem, 11.-19-én, Tapolcán. Én lesencetomai lakos voltam, 17 éve költöztem Várvölgyre. Megszerettem ezt a kis falut, a párom is innen származik, itt született, ide valósi, úgyhogy legfőképp a párom véget költöztem ide Várvölgyre, és akkor itt telepettünk meg. 17 év az hosszú idő, akkor már törgyökeres várvölgyinek számítasz. Hát, reménykedek én is, bennem ugye azért megszerettek a várvölgyiek. Igen, én is így gondolom, hogy most már 17 év az hosszú idő, úgyhogy én is várvölgyinek vallom magamat, igen. Milyen a kapcsolatod magával a sporttal, miket üztél a életed folyamán? Az ipariskolában súlylökéssel foglalkoztam, vagy szerettem volna foglalkozni, nagyon jól ment. Nagykára jártam először ipariskolába. Kovács Péter, olimpiai súlylökő bajnok, foglalkozott velem súlylökésben, de sajnos barátoknak a unszolására átjöttem Keszthelyre az ipariskolába, és akkor így ez a kalapácsvetés. Súlylökés elmaradt, úgyhogy ez nem jött össze. De ugye egész életemben foglalkoztatott ez az edzéses, konditermes sport. És sajnos a munka véget nem nagyon tudtam vele foglalkozni. Egy idő után azért a munkát átváltottam könnyebb fizikai munkára, és akkor tudtam nekiállni még egyszer ennek a edzőtermes sportnak, és ebből kifolyólag indult el ez a szkander is, ha úgy vesszük, mert az egyik ismerősöm látott bennem egy kis fantáziát, és ő vett rá, hogy elmenjek, és akkor kipróbáljam, és akkor úgy kezdtem inkább ezt a sportot. Kicsit a testépítés ez már, már talán idős voltam hozzá, már úgy éreztem, hogy azért ott már, ott azért kell idő, amire jó pár év, hogy komoly testépítő legyél, úgyhogy inkább a szkanderba váltottam át. Plusz még a fizikai munkától azért olyan genetikám lett, olyan adottságaim, azt mondják, hogy nagyon feküdt a kezemnek ander. Akkor szinte adta magát, hogy te szkanderezz. Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogy jött ki be maga a szkander, ez a karharc, ahogyan igen, te mondtad. Hát igen, ez a lényege, hogy a fizikai munkából, építőiparból adódólag olyanok lettek a csukló inaim, az ujjaim, hogy teljesen feküdt a szkander, meg teljesen ráállt a szkanderre a kezem. És ebből kifolyólag is én balkezes vagyok, a bal kezem sokkal erősebb. Az érmeimnek, a díjaimnek a nagy részét bal kézzel értem el. Most már igen, most már jobb kezem is kezd felerősödni hozzá, de még mindig a bal az erősebb, minden jobb. Hogyha már így az érmeket felhoztad, akkor milyen eredményeket értél el így? Talán mondhatom, hogy 10-12-szeres magyar bajnok vagyok. Ez így vegyesen jobb bal kézzel, akkor nemzeti bajnok lettem kétszer, akkor világbajnokságon
14. helyet értem el, doping teszt véget, eltiltottak 3-at, így előre soroltak 11. helyre. Köszönöm, hogy megszakítalak. Az, hogy magyar, meg az, hogy nemzeti bajnok, a kettő között mi a különbség? Hát a nemzeti az határon túli magyarokat is. Határon számolja. Túli magyarokat is csábítja, igen. A sima magyar bajnokság az meg azért csak Magyarországon belül. Most így különbség. Akkor ilyen helyrajzi igen. különbségek vannak. Igen. És közben még jártam világkupákra, Európa kupákra. Onnan így kiemelve talán Olaszországban volt egy világkupám, ahol második helyet értem el, ott megkaptam akkor a abszolút kategóriába is elindultam bal kézzel, ott meg szintén második helyet értem el. Akkor JGM-en volt több, az egy magyar világkupa verseny, azt most fogjuk megrendezni október 9-én Győrbe. Azon is volt már többször második, harmadik helyem is, azon volt pár évvel ezelőtt egy szupermeccsem. Igaz, az nem sikerült, ott kikaptam. De az is azért egy olyan kategóriájú megmérettetés volt, hogy nem sokan kapják meg a lehetőséget Magyarországon, hogy ilyen kategóriájú versenyt rendezzenek neki. Igaz, nem sikerült, de akkor is büszke vagyok rá, mert egy olyan nevű emberrel, olyan sztárral nyomhattam meccset, hogy nem volt szégyen kikapni tőle. Hát jobb ellen ki a szégyen. Nem. Én mindig is úgy voltam a kikapásokkal, hogy sose lombozottam, de sose fordult meg a fejembe, hogy most én ezt azért a hagyomokban már kikaptam, én mindig a vereségből épülök. Én nagyon nehezen indultam el, ahogy nézzük, vagyis nekem nehéz volt ez a fél év, egy év, amíg tényleg csak úgy jártam el versenyekre, hogy elcsikkedtem a harmadik, negyedik, ötödik helyeket. És akkor is azt hajtott engemet, hogy mi az, amit rosszul csinálok, mi az, amivel tudnám az egészet előbbre vinni. És hajtottam, és akkor mondhatjuk, hogy másfél éven belül azért már megjött az eredménye, hogy azért el tudtam csipni a dobogó helyezéseket. De igaz, a legnagyobb löket az volt, hogy az első JGM-D 2017-ben volt Pesten. Az volt az első versenyem, a legnagyobb verseny, amin indultam. Előtte már ilyen kis falusi versenyeken elindultam. Az első világkupa verseny, negyedik hely volt. Én nagyon örültem. Negyedik vagy ötödik volt, már nem emlékszek pontosan. És még emlékszek, hogy a Várvölgyről kiemelve egy embert tudnák, aki tényleg látszódott. Zolot Gyulát kell megmondanom azt, hogy tényleg ő jött oda, szinte a házhoz is olyan szinten örült az eredményemnek, annak az első versenynek, azóta is mindig keres, de ő az, aki látszott tényleg, hogy ő vele voltam igazából így kapcsolatban is, hogy ő neki nagyon-nagyon tetszett ez az egész, őt azért is meg szeretném köszönni, ő is egy nagyon jó lelki támasz volt. De reméljük nézni fogja ezt az adást, és akkor el is fog jutni hozzá. Hogyan alakította az életedet maga ez a Skander, a karharc? Gondolok itt edzésre, étkezésre, meg magára az időbeosztásra, így, hogy mivel vagy családod van, mellette dolgozol, meg még ezt a sportot is űzöd, nem is akármilyen szinten. Igen, hát hogyan alakította? Csak a sporthoz alakultunk, az egész családnak át kellett alakulni ez véget. Mondva arról, hogy azért eleinte azért bírtam a hideget, de azért az udvaron edzeni nehéz télen. Úgyhogy beszorultam a lakásba, úgyhogy a családnak még menni kellett a hálószobába, mert azért eléggé kis lakásba élek, úgyhogy választani kellett. Úgyhogy a családnak ki kellett menni a hálószobából, konditerem lett. Úgyhogy... Hát igen. Céltudat az megvan. Igen, úgyhogy muszáj volt a családnak, muszáj volt sajnos. Kényszerítettem őket, de látták, hogy igenis nekem gondjaim voltak az életben. Úgymond olyan sportot kerestem, amiből azért ki tudok lépni az előző életemből, ami végülis nem jó irányba vezetett. Most erről szeretnél bővebben? Hát elmondom, őszintén elmondom, nagyon komoly gondok voltak az alkohollal. Úgymond komoly gondok voltak, hogy azért nem
olyan szinten, hogy eszetlenül itte magát az ember, de észrevettem már, hogy szinte mindennapos volt, és ebből szerettem volna kilépni, és ezért kerestem olyant, amivel azért le tudom kötni magamat, és ezért is sport irányába mentem el. És ebből kirángatott a szkandó? És ebből én úgy érzem, hogy azért teljesen kirángatott. Persze a család is segített ebbe, főleg így, hogy támogatott, hogy akár még a hálószobából is kiköltözhetek. Hogy konditermet tudjak belőle csinálni, de igenis megköszönöm a családomnak, hogy azért ilyen szinten kitartottak a fanatizmusom mellett. Hogyha már így a család szóba jött, meg ez a támogatás, hogyha jól tudom, akkor a lányod is ezt a sportot űzi. Igen. Kérdezhetem, hogy mióta, meg milyen eredményekkel visszajöttetek? Igen, sajnos a pandémium időszak alatt kezdett el úgy, nem sajnos, hülyeséget beszélek, pandémium időszak alatt kezdett el edzegetni. Előtte is láttuk rajta, hogy rááll a keze, meg azért láttam, hogy leskelődik mindig, hogy hogyan kell csinálni, meg mit kell csinálni, de nem mertük még úgy igazából foglalkoztatni ezzel a sporttal, fiatal volt lány is. De most azért ez a vírus helyzet azért jó lekötés volt őnek is az edzések, meg azért a mozgás is. És már januárban el szerettük volna indítani egy versenyt, és sajnos nem engedték, mert vírus helyzetre tekintett el. És az első versenye az május tájékán volt, hát a nemzeti döntő, amin úgy indítottuk el, hogy akármi is lesz, ma az jó, hogy egy ilyen versenyen el tud indulni. Hát már eleve ismerkedik a versenyhelyzettel. Igen. És kiderült, hogy abszolút nem kell érte aggódni, teljesen, totálisan letarolta az egész társaságot. Bal kézzel harmadik lett a Sub Junior Line kategóriába, a 12-től 16 éves korikon a Sub Junior, azt hiszem. És ő hány éves? 12? 12 éves, pont. Szóval a legfiatalabb. Pont egy olyan buta időszakban van, hogy nem tudtuk a lejjebb kategóriába berakni, pont elmúlott 12, úgyhogy a nagyokhoz kellett átraknunk. Jobb kézzel megnyerte az ő kategóriáját. Szóval mindenkit, hiába volt 12 éves, a 16 éveseket is. Igen. És hát itt innentől kezdve aztán indult a Labina őnála is. Azóta edzegelt, akárhová csak tudjuk, elviszik magunkat. És legutóbb Balatonodericsen volt egy országos bajnokság. Ott ugyanezt a kategóriájában, a Sub Juniorban, 12-től 16 éves korig. Bal kézzel, jobb kézzel második lett, plusz még volt egy másik kategória, azt most nem tudom pontosan, de azt hiszem az meg a 16-tól 18 éves kori kategóriába, ott is bal, jobb kézzel második lett, 12 éves. Hangsúlyozzuk úgy, hogy 12 éves. 12 ugye? Éves korához képest a 18 éves lányokkal nyomott, és akkor ott is második lett. Az igen. Jobb bal kézzel. Igen. Hát akkor nem is tőled kell félni a leendő udvarlóinak. Kicsit tőlem is. Kicsit tőlem is, igen. Na akkor visszatérve hozzád, mik a rövid távú céljaid? Van valami verseny, amire most éppen készülsz? Esetleg? Igen, most készülök erre a Magyar Világkupára, a Gyögyvendélyre. Amúgy inkább én már úgy veszem észre, hogy nem azt mondom, hogy kiégtem, de én azért most már úgy elértem azt hiszem, amit el szerettem volna érni így a sportban. Én nem hiszem, hogy tovább tudok menni, mert nem érzem már magamban azért azt, hogy akkorát tudnak fejlődni vagy ugrani. Hát remélem tévedek, de most jelen helyzetben úgy érzem, hogy azért többet kéne foglalkoznom a fiatalsággal meg a toborzással, úgyhogy most ja, akkor ezzel átcsúszunk a hosszú távú célokra. Igen. Igen. Most is azon vagyunk, hogy minél több fiatal tudjunk bevonni ebbe a sportba. Eljárunk több iskolába is. Most egész nyáron Zánkára jártunk az üdülőtáborba a gyerekekkel foglalkozni. Úgyhogy mindenképp azzal szeretnénk foglalkozni, hogy a fiatalságot
toborozzam, támogassam, meg megszerettessem a fiatalokat ezt a sportot, hogy igenis ez egy teljes értékű sport, ez nem egy kocsmai sport, hanem ez egy olyan sport, amit tényleg az ember megszereti, szenvedélye csinálja, igenis van ebbe is potenciál. Igen. Ugyanúgy, mint egy kerekhajítás, mint egy izé, szóval nem a darts, meg a biliárd melléke sorolni a szkandert, hanem... Ez is egy olyan életformát kíván, ami sok fiatalnak lehet, hogy megtetszik, mert nem olyan messze egy testépítőtől, vagy egy fitness versenytől, sőt, nagyon is közel. Szerintem én besorolnám, hogy egy ilyen testvérsportnak mondanám hozzá, mert ugyanazokat a gyakorlatokat is csináljuk, szerintem mindegy. Testépítő, de azért nem arra megyünk, hogy formánk legyen, hanem arra, hogy erőnk legyen. Hát erőedzés. Igen. Szinte úgy érzem, hogy te olvastad a kérdéseimet, mert a következő pont ez lett volna, hogy mit mondanál az ifjaknak, kiknek és mikortól, hány éves kortól ajánlanál ezt a sportot? Kortól én azt mondom, már 12 éves kortól. Én azt mondom, már lehet próbálgatni, most nem is azt mondom, hogy súlyzós gyakorlatokat, de most így kipróbálni az asztalnál, hogy mégis, hogy... Épp, hogy beindul a tesztoszteron termelés pályázatba. Meg hát milyen adottságai vannak az embereknek, mert azért ehhez kell egy genetika is, egy adottság is. Ezért így... Ja, erre mondjuk térjünk ki, hogy te hány éves korodtól kezdtél el szkanderozni? Én 31 éves koromtól. Akkor... 30-31 éves koromtól kezdtem a szkanderozni, most vagyok 35-45 éve szkanderozok. És hogyha ilyen eredményeket értél el, akkor gyanús, hogy aki még korábban elkezdi erre... Én azért is mondtam, hogy most már én így nem érzek magamban akkora potenciált, mert azért most már van rálátásom a sportra, hogy mégis, hogy ki hogyan fejlődik, ki hogyan éri el az eredményeket. És látom azt, hogy jön egy fiatal, és negyede annyi munkával, mint amit én beleteszek, százszor annyit fejlődik, mint én ennyi idősen. Úgyhogy én azért mondom, hogy inkább látom azt, hogy a fiatalokkal kell foglalkozni, mert igenis a fiatal sokat jobban fejlődik. Úgyhogy visszatérve az előző kérdésedre, a fiataloknak azt mondom, hogy igenis jöjjön, próbálja ki, tök mindegy, hogy belenéz a tükörbe, és nem lát magán erőt, vagy küllemre azt mondja, hogy ó, én most vékony vagyok, de hosszúak a kezeim. Pont azok a legjobb szkanderosok, akik vékonyak és hosszúak a kezeim. Ki kell próbálni, és meglepődik az ember, hogy milyen lélektámaszt tud lenni, hogyha mondjuk nem hittél magadba, és mégis sikerült. Pont a következő kérdésem az lett volna, hogy... Körbe kérdezünk, hát egyértelmű, hogy kérdés szül, most egyik kérdésből másikba átmenek. Szerintem ez így jó is, hogyha úgy nézzük. Igen. Mit ad valakinek a szkander? Milyen a közösség? Hogyan viszonyultuk egymáshoz? Igen, ahogyan mondtam előbb is, hogy olyan fiatalok lépnek elő a szkanderbe, akik tényleg, mondjuk úgy nem azt mondom, hogy lelki problémája van, de nem gondoltam volna sosem magáról azt, hogy ilyesmit meg tud tenni. Nagyon sok olyan ismerősöm van, aki szembe jön az utcán veled, azt mondanád rá, hogy ki ő, mi ő, semmi. Világsztár, szinte világsztárnak lehet nevezni őket, mert tényleg minden sport azért valamilyen szinten alázatra sarkal. És az, ha már valakiben van egy alázat, az csak egy jó sporttól lehet, mert én mindig azt vallottam, hogy az, hogy megnyersz egy versenyt, attól még lehet, hogy te vagy egy sztár, de én nem érzem. De az egy pillanatnyi dolog, nem? Az egy pillanatnyi dolog. Ennyimet mondjuk a sport arra tanított meg, hogy alázatos legyek. Most a fiataloknál meg igenis sokszor ez kell, mert azért kint vannak az utcán, most jó, lehet, hogy egy fiatal nézi ezt a videót, meg azt mondja, hogy nem igaz, de sokszor látom az utcán olyan fiatalok feszengenek, meg erősködnek, akik lehet, hogy pont az a fiatal tudná szkanderba lenyomni, aki otthon
kocka, aztán számítógépezik, vagy nem visz munába. Meg lehet, hogy azok a feszengő fiatalok, akikről beszélsz, azoknak pont jó lenne ez a sport, levezetni azt a plusz feszültséget, ami bennük van. Igen, ez meg pont, amit mondtam, hogy az alázatot megtanulna legalább, hogy igenis levezeti a feszültséget is, plusz még akkor egy kis alázatot tanít a fiatalnak, mert tiszteletet, stb. Stb. Egy sportolónál ez az első szerintem. Azt, hogy egy igazi sportolónak az egyetlen igazi ellenfele az a jelenkori önmaga. Hogy mindig azt kell felülmúlni. Egyértelmű, hogy az ember motivációt keres, csak abból tud épülni, hogy mit rontott el. Ugye. Én mindig is ebből épültem, hogy visszanéztem a videóimat, hogy hol rontottam el, miért így csináltam. Miért nem amúgy csináltam? Igen, magam az ellenségem, úgyhogy azt kell legyőznem. Úgyhogy igen, alázatosnak kell lenni sajnos. Nem sajnos, én örülök neki. Én is ez voltam, én voltam az utcán, feszegtem, csináltam az arcomat. Balhéztem. Többet képzeltem magamról, ami voltam, és én úgy érzem, hogy azért a sport azért megteri az embert olyan szinten, főleg az ilyen, le tudtam vezetni a feszültséget ebbe a sportba. Át tudtam váltani, ahogyan mondtam, egyikből a másikba. Igen, ezt a zavolázatlan agressziót, ezt át lehet vezetni egy... Természetesen be lehet csatornázni például egy sport. Hogyne. Azért olyan ez már egy versenyszituációt is előhozhattuk, amikor fölmész az asztalhoz, és akkor tényleg azt a versenyszituációt, amikor tényleg ott ki kell kapcsolnod a fejedet, és csak arra gondolni, hogy épp milyen technikát fogsz alkalmazni, vagy mondjuk, hogy milyen hevítussal állsz oda, hogy megalszik a teljes szárba, vagy tényleg olyan agresszióval tudsz az ellenfélnek neki feszülni, hogy tényleg meg tudod oldani a meccselet egy pár másodperc alatt. Igen, ott le lehet vezetni a feszkót rendesen. Én le tudom. Én szó szerint a család nem tud kezelembe jönni, amikor én versenyzek, mert olyan agresszív tudok lenni. Sokszor inkább azt mondják az edzőim, hogy túlpörgöm a dolgot. Fene se tudja. Én így vezetem le. Hát jó, de nem a családon, nem az utcán valakivel, hanem maga a versenyben volt bele. Jó van, köszönöm szépen, Robi, hogy interjú arany voltál. Sziasztok, Németh Róbert vagyok, magyar szkander bajnok. Szeretettel várlak benneteket a Várvölgyi Ifjúsági Teraszra, ahol összemérhetitek az erőtöket, és meg tudjátok mutatni, hogy ki az erős srác. Vagy csaj. Na, itt a videó vége. Ha eddig eljutottál, annak nagyon örülök. Ha kíváncsi vagy további ilyen és ehhez hasonló videókra, valamint ha követni akarod, ahogy videóvágási analfabétaként, hogy próbálkozom hétről hétre, akkor iratkozz fel. Ha pedig belájkolod, vagy esetleg megosztod ezt a videót, netán még kommentben meg is írod az építő jellegű véleményedet, azt nagyon megköszönöm. Legyél jó! Na hát, az ott a Várvölgyi templomtorony, itt pedig az én mindenre elszánt operatőröm, akinek nagyon köszönöm, hogy segített fölvenni.